A kínai horoszkóp szerint október hava a kutyáé, hogy ennek mi a jelentősége, és hogy milyen hatással lesz ez az emberek életére. Arról Nagy Melinda asztrológust kérdezzük, itt ül velünk szemben. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mit is jelent ez pontosan, hogy kutyahava? Hogy a kutyahava? Én úgy tudtam, hogy a kínai horoszkóp az ugye évente változik, ehhez képest hónapokra is le van bontva. Így van, és sőt nem csak hónapokra, hanem a napok is változnak, és a köztudattal ellentétben nem az a lényeges, hogy milyen évben születtél, hanem az, hogy milyen napon születtél, milyen őselem uralkodott azon a napon, amikor születtél, és ezt nagyon sokan nem tudják. Át kell szervezni az életünket. Igen, de egyébként ezt hogy lehet megtudni? Hát én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogy nagyon sok ingyenesen elérhető kínai asztrológia kalkulátorban a neten fölmész, beütöd a születési dátumodat. És ezek jól működnek? Igen. Úgyhogy nagyon fontos. Ez alapján akkor meg lehet tudni. Nem csak a kutyahava következik, hanem ugye úgy tudom, hogy 2018 a kutya éve lesz. Így van, és azért érdekes ez a mostani hónap, mert ugye a következő hónap az a kutya év, ez pedig a kutya hónap, tehát ebben a következő 4 hétben az eszenciájával fogunk találkozni annak, amiről a következő évünk szólni fog, és egyébként az év egyik legmisztikusabb, legérdekesebb hónapja lesz az előttünk álló október. De hát, ha jól értesültem, akkor a kutya havában most nem szabad komoly döntést hozni, például egész jövő évben egy komoly döntésre hozhatok? Nem, én azt gondolom, hogy a kutya hónapnak a fő üzenete az az, hogy a megérzések, az intuíció, a ráérzékelések nagyon-nagyon fel fognak erősödni mindenkiben, és pontosan fogjuk érezni az embereknek a mozgató rúgóját, pontosan fogjuk érezni, tehát olyan eseményeket meg fogunk érezni, aminek igazából még csak az előszele készülődik így az éterben, de amit most érzel, hogy valamiben nem szabadna belevágni, arra figyelj oda, mert az állni fogja a helyét, tehát ebben a mostani hónapban mindenki sokkal intuitívabb lesz. Viszont az is igaz, hogy velünk kapcsolatban is, hogyha valamit nem szeretnénk, hogy kiderüljön, akkor jobb, hogyha nem találkozunk inkább az illetővel, mert a mi kártyáink is nagyon könnyen kijátszhatók lesznek, tehát nagyon könnyen leveszik a valós motivációt. És ez egyébként a munkában is megjelenik, párkapcsolatban is megjelenik, tehát mondjuk, hogyha riporter vagyok, akkor nagyon könnyen rá fogok érezni, hogy mit kell kérdezni, mi a helyes kérdés, mi a jó kérdés, mi az, amikor csak a felszínt vakargatom, és mi az a kérdés, amivel valóban rá tudok kérdezni mondjuk a lényegre. Vagy asztrológusként ebben a hónapban sokkal jobban rá tud az ember érezni, hogy a másiknak hol van az elakadás, vagy hol van a probléma az életében. Reméljük akkor riporterként jövő évben egész végig csak jó kérdéseket mindenki lehet föltenni. Brillírozni fog. Milyen jegy a kutya? Mit kell tudni róla? A kutya ez egyébként egy nagyon kitartó, ilyen álhatatos jegy, de ugye nem csak azt kell nézni, hogy a kutya jegyben született valaki. És párkapcsolati értelemben egyébként, hogyha még egy pár szót mondhatok, elsősorban a kutya jegy szülötteire lesz hatással az idei hónap, a sárkány jött. Ez pozitív irányba? Hát, figyelj, párkapcsolatban ami a leglényegesebb, az, hogy felszínre jöhetnek olyan problémák, amik már régóta be voltak söpörve a szőnyeg alá, és az most ki fog jönni. Amit nagyon fontos tudni, hogy ne kerteljünk, ne próbáljuk meg így nagyon finoman utalásokkal, célzásokkal elmondani, hogy miben szeretnénk a változást, mert erre nem lesznek fogékonyak az emberek, párkapcsolatban a társunk, tehát hogyha valamit szeretnénk, akkor igenis lehet, hogy borítani kell a bilét. Tehát kerekperec meg kell mondani, hogy ezt szeretném, ezt nem szeretném, és elképzelhető, hogy ez a nyilvánosságot is be kell vonni, mert már 100-szor elmondtad, 28-szor megbeszélted, hogy mi az, amire szeretnéd, hogyha figyelne a másik, vagy mi az, amiben szeretnéd, hogy változtasson, és hogyha 29-re se sikerül, akkor elképzeled, hogy ebben a hónapban egy kicsit ki kell borítani a bilit ahhoz, hogy változzanak a dolgok. Úgyhogy érdekes hónap. Amikor lesz. A nézőkkel ismertettük, hogy mik lesznek a mai témáink, azt mondtuk, hogy ez a hónap lesz a kiborulás hava, ez így állja a helyét. Nem, ebben a formában nem, inkább azt mondanám, hogy borítani kell a bilit, hogyha azt szeretnéd, hogy valami változzon. Amire viszont nagyon érdemes figyelni, hogy ne túlozzuk el a dolgot, tehát ne állítsuk be rosszabbnak a helyzetet, mint ami valójában, mert akkor nagyon könnyen a fordított helyzetben találhatjuk egy idő után magunkat, amikor rólunk mondanak olyan dolgot, ami el van túlozva, vagy ami nem is igaz, vagy nem is annyira nagy durranás, mint ahogy be van állítva. Na, tehát akkor mindenki intuitívabb lesz. Így van, nem mi boruljunk ki, hanem borítsunk ki másokat. És a kutyák különösen figyeljenek oda. Köszönjük és a sárkányok szépen. És a kakasjegy szülöttei is, így van. Köszönjük. Én köszönöm.